Jó estét! Én ilyen blues történeti előadásra jöttem. Vízvárga. Az melyik? A másik oldalon. Másik. A Csillének a másik oldalon. Itt jobbra fordul, igen? Elmegy az épület mellett, igen? Teljesen ki a főútvonalig, a Vas utcáig, és ott van a bejárat. Jó, köszönöm szépen! De volt projektor, hogy előadás előtt elmentettem PPT-be, kék, sárga, kék, zöld, vörös és sárga, vörös, zöld kockákat, és sima üres kockákat, csak a kék. Már itt vagyok. Egy zenés előadást illik zenével indítani, mint ahogy a verses előadásokat egy verssel, és tudok még sok ilyen okosságot.
Köszönöm szépen! Ez egy jó kis shuffle volt, hogyha a közepéről kezdenénk az előadást, akkor már ott tartanánk, hogy mi is a shuffle, de az elejéről fogjuk kezdeni. Igazándiból figyelemfelkeltőnek számlám ezt az előadást. Akik szeretik a blues-t, azoknak egy-két érdekes sztori, hát ha még nem ismerik. Akik most ismerkednek a műfajjal, azoknak pedig egy kis rendszerezési segítséget. Mert ugye a mai világunkban az a legfőbb probléma, hogy minden információ támad, és körbe vagyunk véve hírekkel, infókkal, kultúrával, mindennel. Tehát az ember leül a számítógép elé, akkor mindennel találkozhat, ami érdekli őt. Hát engem 13 éves korom óta a blues zene érdekel, és a gitározás, és az a fiatal ember, aki... Nem tudom, hogy humorít, csak hogy ne legyen pufi az arcaik, nem? Tehát Hendrix. És aztán persze én is elindultam azon a nyomvonalon, hogy ezt játssza az ember, megtanulgatja a dalokat, de aztán egy idő után jött az a fajta igény, és ez az, ami miatt tartok mondjuk előadásokat, hogy azt veszem észre, hogy az embereknek problémát okoz az, hogy a kedvenc dolgokat is valahogy elhelyezzék térben, időben. Tehát sokan mondják, szeretem ezt, vagy szeretem azt, de igazándiból vagy felületes az információ, vagy pedig el vannak veszve a dömpingben. Például ugye ez a Spotify, meg egyéb lejátszók, ezek ilyen heti listákat készítenek. Az ember el van árasztva a saját kedvenc zenéjével, olyan szinten, hogy szinte lehetetlen végighallgatni. Ha meg még keres is az ember, neveket beír, akkor még több. És ez egy idő után nyomasztóvá válik. Nagyon érdekes, hogy a fiatal generáció, akiből most az egészen tínédzser korúakra gondolok, tehát a fiatal generáció azt a választ adta erre a nagy információ áradatra, hogy leengedte a redőnyöket. És csak egy nagyon szűk rést enged, azt, amit a haver hallgat, azt, ami trendi, azt, amit esetleg a média sugároz, és ezek a dolgok férnek csak be a redőnynek a résein, és ezért nem lehet őket okolni, mert hogy annyi információ jön, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Ezért bátorkodtam a szerint tudásom alapján elindulni így az országba, össze-vissza, iskolákba, mindenfelé, hogy akiket érdekel ez a műfaj, vagy esetleg totál nem tudnak róla, azt se tudják, hogy létezik ilyen, hogy blues zene, és közben lehet, hogy ez jó nekik, ez a nagy szempont, hogy azok esetleg közelebb kerülhessenek hozzá. Amikor egy muzsikáról beszélünk, egy stílusról beszélünk, akkor meg kell jegyezni, hogy a blues ennél sokkal több. A blues az egyaránt lehet, felfoghatjuk a kezdeti időszakot népzenének, a későbbi időszakot felfoghatjuk, ha a hippi korszakra gondolunk, felfoghatjuk divathullámnak, vagy hogyha az eredeti blues előadók életformáját tekintjük, akkor felfoghatjuk életformának is. Tehát maga ez a szó, hogy blues, ez nagyon sok mindent takar, nem csak egyfajta zenei megközelítést. És ez a bluesnak az életformai részére sokan mondják, hogy persze azt Amerikában lehet megélni, mert ott született ez a zene, de ez tévedés. Bármilyen zenének, ami hatással van ránk, és itt most Benkő Coelho-t idézem, tehát bármilyen zenének, ami a lelkünkre hatással van, abba el tudunk mélyedni, és az elmélyedés ahhoz vezet, hogy beköltözik a mindennapjainkba. Meggyógyít minket, ha betegek vagyunk, megvigasztal, ha szomorúak, az örömünket föloldhatjuk benne, mindenféle problematikánkat átélhetjük benne, és ezáltal talán jobb megoldást találunk, mint ösztönszerűen reagálni bármire, egy közlekedési helyzetre, vagy bármire. Bár mondjuk tényleg egy jobbkezes utca meg nem adásánál nem életszerű, hogy berakok egy Muddy Waters-t, és végighallgatom, majd utána nyúlok ki oldalra, hogy mi újság, tehát ez nyilván nem életszerű, de inkább arra gondolok, hogy a zenének a spirituális hatása. Ugye az ember az idő kezdetén, amikor kialakult az emberiség, akkor a zenét egyfajta kommunikációs eszközként használta, nagyon hamar rájött arra, hogy az egy szükséges közlés, mikor azt mondod, hogy ne állj oda, mert rád esik a kő, vagy add már ide a kaját, mert éhes vagyok.
ezek ilyen szükségszerű közlések voltak. De az összes olyan dolog, hogy miért villámlik, miért van ilyen hideg télen, vagy ki intézi el, hogy ő meghal, ő sokáig él, hogy neki fia született, neki lánya. Tehát, hogy volt egy csomó olyan kérdés az életben, amit nem tudtak egymásnak föltenni, mert nem volt rá válasz. És erre a spirituális, tulajdonképpen valakivel való kommunikációra született meg a muzsika, a zene. Ami persze először primitív formában volt jelen, de egyfajta önkifejezési kényszer volt, amiatt, mert nem tudta az ember a választ egy csomó dologra, és keresett egy olyan nonverbális eszközt, ahol például ugye, amikor a tűz körül táncoltak a őrítő dobritmusokra, akkor egy idő után egyfajta transz állapot jön létre. Ezt egyébként a aerobikosok és a spinnikesek is gyakran alkalmazzák, hogy ugye egyfajta folyamatosság. Ugye a folyamatosságba belekerülünk a futóknál is, ugye, hogy elkezd futni az ember Margit-sziget kört, és akkor az első villanyoszlopnál arra gondol, hogy abba hagyja. De ha egy kicsit összeszedi magát, eljut az 5. századig, és így tovább, és végig tudja csinálni. Tehát egyfajta transz állapotba kerüléshez a muzsika, a zene az nagyon-nagyon jó eszköz. És ebben a nagyon információdús mai világunkban ez a spiritualitás, ez visszavonult, kicsit el is múlt azáltal, hogy valamikor lehet azt mondani, hogy a zene már az 50-es években bizniszé vált, de tudjuk jó, hogy az igazi klasszikusan vett az, hogy zene, üzlet, az inkább a 70-es évektől indult be, és ez egyúttal azt is jelentette, hogy amit pénzért adnak, az elveszíti a spirituális jellegét. Nem mindenki számára, de nyilvánvalóan lefokozódik a hétköznapi élet szintjére. Ez megtörtént a blues-zal, a rock zenével, még a gospel-lel is, vagy a country-val, vagy bármelyik zenés stílussal megtörtént az, hogy az üzletisége olyan fogyasztásra ösztönözte az embert, mint ahogy veszünk egy kenyeret, vagy egy finom vajat, vagy egy üdítőt, és akkor azt nagy élvezettel a reklámok hatására elfogyasztjuk, mert jó, mert hát mondták, hogy jó, meg hát tényleg jó. És a blues zenének szerintem megvan az a fajta ereje, hogy a mai világunkban is visszavezessen minket ezekhez a nagyon egyszerű közlésekhez, a nagyon őszinte közlésekhez. A bluesban a főhősök például, hogyha az ember elolvassa Leroy Jonesnak a Blues népe című könyvét, ami itt mindjárt az első könyvajánló az előadásomban, akkor ott rengeteg dalnak megvan az angol és a magyar fordítása, és mindegyik dal őszinte. Tehát a bűnös meggyújja a bűneit. A boldog ember kiénekli magából az örömeit. A szomorú ember a bánatát. A beteg gyógyulni akar, aki épp utazik, meg akar érkezni szerencsésen, és így tovább. Tehát nincs helye ott semmiféle fifikázásnak. Tehát a blues szövegek nagyon egyszerűek voltak. Például az egyik ilyen szöveg, amikor ugye a társadalom történeti részében tanultuk azt, hogy volt egy nagy migráció. Ez nem azonos a szöges drótos migrációval, csak a szó hasonlít rá. Tehát volt egy Amerikában egy nagy népvándorlás, ami 1916-tól 1970-ig tartott hozzávetőlegesen. És ez annyit jelentett, hogy délvidékről, tehát a Mississippi deltájából és a déli államokból az ipari nagyvárosok beszippantották az olcsó munkaerőt, ami a legtöbbször ugye afroamerikai szegény munkás volt, aki előtte gyapotot szedett, és utána ment a Fordjába. És az egyik ilyen blues a Leroy Jones könyvében arról szól, hogy munkát kapott a Fordjárban az ember. És erről írt egy blues-t, hogy megyek és jövő hónaptól ott dolgozok a Fordjába, és mert örült neki, hogy lesz egy havi fizetése, és hogy, tehát hogy ez csak példának hozom arra, hogy az élet minden területen meg tud nyilvánulni a bluesban. Na most, hogyha
ha nagyon-nagyon korszakosan fel akarjuk bontani a dolgot, amire számomra azért van szükség, mert észrevettem azt, és ebben biztos, ha utána gondoltok, ha adnék egy perc gondolkodási időt, ilyen adózunk egy perc némasága a kultúrának, akkor rájönnétek, hogy ez más műfajokban is így van, hogy nem lehet elválasztani az adott művet attól a kortól, attól a társadalmi berendezkedéstől, azoktól az eseményektől, amik azt létrehozták, amit a szerzőben összenyomott, összepresszuált az a dolog, hogy ő belőle ez a dal kiszakadjon. És így aztán elkezdtem foglalkozni azzal, hogy egyáltalán mi történt ott Amerikában. Nagyon messze van, meg nem vagyunk feketék, meg nem is úgy élünk, meg nagyon fura az egész dolog, de közben belül meg annyira érzi az ember. Tehát megszólal egy ilyen, és rezonálunk rá, érezzük, hogy van valami közünk hozzá. Ez nagyon sokáig azt hitte mindenki, hogy ez egy szűk réteg, egy afroamerikai közösségnek a kifejező zenéje, népzenéje. Ami egyébként igaz volt, 1860-ban mindössze 3,5 millió afroamerikai származású volt Amerika földjén. Az egy több, mint mondjuk Budapest, Debrecen, vagy nem tudom, valami ilyen viszonylatot képzeljünk el. Tehát amikor azt szokták mondani, hogy az amerikai polgárháború a afroamerikaiak felszabadításáért ment, ez nem igaz. Ez nem igaz. A gazdasági szempontok voltak, ők egy mellékes tényező volt, ami együtt járt azzal, hogy hát szabadítsuk föl őket. De az északi 11 állam messze nem arról álmodott, hogy majd mindenütt gettók lesznek, Chicagóba, Detroitba, New Yorkba, bárhol. Egyáltalán nem erre gondoltak, de végül aztán ez lett a dolognak a lényege. Tehát a polgárháborútól lehet kezdeni a bluesnak a történetét, amikor is a háború befejeztével, ugye 1865-ben kinyilvánították, hogy minden afroamerikai szabad, nincs többet rabszolgaság. Ez így egy nagyon szép történet volt, többen meg is énekelték, hogy szabadok vagyunk, de nem tudtak mit kezdeni a szabadságukkal, hiszen nem voltak délen gyárak, nem, semmi nem volt, gyapott föld volt. Ezért mit csináltak? Évérért visszamentek ugyanahoz a gazdához, aki előtte szíjat hasított a hátukból. Csak most kvázi alkalmazottként néhány dollárért, meg ott lakásért, meg egyebekért. Úgyhogy ez egy elég szomorú történet, de ez volt. Egészen addig, amíg Amerikában meg nem indult ez a fogyasztói társadalom, ami egyébként az 1900-as évektől megindult, tehát időben ez elkezdődött. Viszont az igazán nagy gyárak és a nagy munkaerő probléma az a nagy gazdasági világválság után köszöntött be, és egészen a 40-es, 50-es évekig tartott az a fajta elgondolás délen, hogy itt kevés pénzt kapok, csak szedem a gyapotot, semmi értelme, fölmegyek Chicagóba, leszek inkább gyári munkás, lehet, hogy lesz lakásom, előbb-utóbb kocsim, vagy bármi. És ez a fajta gondolkodás annyira általános volt, hogy akkora már jóval több, mint három volt, hogy akkora már jóval több, mint 3,5 millió emberről beszélünk, akkor ez a fajta migráció megindult. 1970-ig összesen 6 millió ember hagyta el délen az otthonát, és költözött fel az északi ipari városokba. Ez a 6 millió, ez a nagyvárosokra szétosztva is igen jelentős szám volt. Nem véletlen az, hogy magával a blues-zal zeneileg is történtek változások. Engem mindig érdekelt az, hogy ugye a régi filmekben, vagy utalásokon, vagy újságokban láttunk képet, hogy egy öreg afroamerikai ül egy dobozos gitárral, egy ilyen faház teraszán, és játszottak. Thank you.
dolgokat hallottunk tőlük, majd, tehát ezt most akusztikus gitáron képzeltétek el, remélem, külön azért most nem hoztam egyet, mert nem szeretek annyira azon játszani, én villanygitáros vagyok, mindig hálózatról működök. És aztán mi történt a blues-zal, hogy utána Muddy Waters, aki az első lemezeit még akusztikus gitárral vette föl, Chicagóban már Telecasteren játszik, és hangosan kitekert erősítővel, és a Cadillac Record című filmet is ajánlok, könyvet és filmet is ajánlok, tehát ki lehet egészíteni a dolgokat. A Cadillac Record című filmet, ha megnézitek, van benne egy zseniális jelenet, hogy megérkezik Muddy Waters Chicagóba, a dobozgitárjával, kimegy a sarokra, hogy ő akkor most megénekli az ebédre való pénzt, és elkezd gitározni, csak meg énekelni, és hát ugye délről, ahonnan ő jött, a Mississippi deltájából, hát ott ilyen zajok voltak, hogy madárcsicsergés, fújt a szél, esetleg nyihogott egy ló, vagy ugatott egy kutya. Ehhez képest Chicagóban lóvasút, embertelen tülkölés, ordítozás, zajok, városi zaj, megemelkedett zajszín. Szegény Mari ott pengeti a gitárját, és észre se veszik őt. Tehát nem, hogy nem tetszik, hanem is tudják, hogy ott valami van, már nem hallják. Következő jelenet, bemegy egy second handbe, eladja a gitárját, vesz egy elektromos gitárt, meg egy irdatlan nagy erősítőt. Cipeli ki, egy csaj dob neki 220-at, vagy 110-et, ugye ott 110 dob neki az ablakból, és akkor bedugja, kitekeri az erősítést, ugyanazt, amit az elején elkezdett játszani akusztikus gitáron. Az egyszer csak megszólal. Kocsmában tudta elkölteni, ahova meghívták játszani, és onnantól persze beindult a dolog. Tehát magyarán választ kaptam a kérdésemre, a nagyvárosban bandákba álltak inkább össze, azok a vidéki előadók, akik kolbászoltak kocsmateraszról, kocsmateraszra, egyszág gitárral, vagy ugye ketten, mint a Brownie McGee és Sunny Terry. A Sunny Terry egy vak szájharmonikás volt, a Brownie McGee meg egy gitáros. Mindketten énekeltek, és egész életükben végig együtt játszottak. Tényleg pár év különbséggel hunytak el idősen, és akkor ő nekik ez volt az életforma. Kis bőrönt, hangszerek mentek egyik városból a másikba, most itt egy hétig egy kocsmába, a kajáért, szállásért, most egy másikba, és így. Aztán persze a 60-as évek után egy kicsit befutottak, és akkor az egész már ilyen megtartották ilyen színjátéknak, hogy ugye Amerika nagyon szereti a képmutatást, a nagy mosolyt, a mindent, és akkor hogy a szerencsétlen vak, meg a társa, az ütött kopott gitáron, meg az ócska kalapban játszanak. De hát akkor már nem voltak annyira szegények, csak hát ezt muszáj volt. Úgyhogy ha YouTube-ra fölmentek, meg lehet nézni, de nagyon autentikusak voltak, nagyon, nagyon jól csinálták. Visszatérve Muddy Watershez, a filmbeli jelenet megvilágította számomra azt, hogy társadalmi változások történtek, és ez ugyanannak az előadónak az életében is változásokat hozott. Nem ez volt az egyetlen változás azonban. Ha korszakokat nézünk, társadalmi korszakokat, akkor fontos ez az 1900-tól, mondjuk az első világháborúig, vagy talán vehetjük a második világháborúig, és ugye ez nekünk európaiaknak mérföldkő. Amerikában ezek fölösleges dátumok voltak, hiszen Amerika földjén mindössze egyetlen háború zajlott 4 évig, a polgárháború. Onnantól fogva ők csak idegen földön harcoltak. És a második világháború utáni időszak nevezhető egy olyan időszaknak, amikor a blues zene elterjedt a Földön, inkább ez már az 50-es évekre vonatkozik, és onnantól a következő korszak, a hippi korszak, a 60-as, 70-es évek, és a hippi korszak leáldozásával
tulajdonképpen a blues beemelődött az általános műfajok közé, Grammy-t is osztanak, meg külön újságja van, meg klubhálózat, meg minden, tehát tulajdonképpen kialakult egyfajta létezési formája, ami már nem kötődött sem az amerikai földrészhez, sem az afroamerikaiakhoz, és teljesen befogadó volt, tehát a műfajon belüli összes elágazással, a kanadai beütésű Cajun zenétől kezdve, a country blues, a rock blues, a funky blues, és így tovább. Ezek azért alakultak ki, hogy mindegyikhez hozzámondták eleinte a blues-t, mert Willie Dixon mondta annak idején, aki egy nagyon jó dalszerző volt, hogy a blues a gyökér, és az összes Amerikában született zenei műfaj abból nőtt ki. És ez igaz. Ez igaz. Nekünk európaiaknak ugye a zenei kultúránk sokkal mélyebben gyökerezik, hosszabb időről és nagyobb szerteágazókról lehet elemezni, de az amerikai zenére ez tökéletesen igaz, olyannyira, hogy a 2000-es évek elejétől, azt hiszem talán 2004-ben, amikor 100 évesnek tulajdonították a blues-t, volt egy nagy New Yorkban egy nagy többnapos esemény, ahol az akkor még élő főhősök sorra elmentek és játszottak, megünnepelték a blues-t, ez 2004-ben volt, és bekerült az amerikai alaptantervbe a blues. Tehát ha ma iskolába megy egy gyerek, akkor tanul a bluesról, tanul Muddy Watersről, Robert Johnsonról, Blind Lemon Jeffersonról, és így tovább, Albert Kingről. Úgyhogy, és ennek az az oka, hogy rájöttek, hogy nekik nincs eredendő kultúrájuk. Hát ugye a telepesek, akik fehérként érkeztek Amerikába, ők hozták a ír, német, spanyol, egyéb kultúrájukat, franciák, ugye főleg Kanada területére, és ez összeütközött az afroamerikaiaknak a zenéjével, ami egyébként nem afrikai eredetű. Ezt itt hadd szögezzem le, sokan mondják, hogy hát szerencsétlenket behurcolták Afrikából, ugye? Nyugat-afrikai partoknál szedték össze a legtöbb rabszolgát. Elvitték őket, új nevet kaptak, új identitást, illetve hát identitást nem kaptak, mert eszközök voltak. Egy idő után a vallásuk is meg kellett, hogy változzon, mert a fehér embernek ijesztő volt a vudu. Ugye, hogy tudjuk, hogy a mai napig vannak ilyen utalások, hogy elvágják a csirkenyakát, körbe táncolják ilyen. Erre egyébként szintén van egy film, a Mickey Rourke-kal, és mi a címe? Azt te nem láttad. Azt te nem láttad, igen. Most kellett volna a segítség. Ez egy ilyen pszichotriller, amiben van egy jelenet, hogy lemegy délre, és ott be lehet tekinteni ebbe a voodoo dologba is. Minden esetre ezeket az Afrikából hozott szertartásokat egy darabig tűrték a fehér gazdák, de egy idő után ijesztővé vált, hát teljesen jogos, tehát most a csirkenyakát vágják el, holnap a lányomért vagy valami, tehát ijesztő volt. Ezért jött a isteni megoldás, térítsük át őket keresztény hitre, onnantól fogva tudjuk őket irányítani. Ez meg is történt, csak hogy a fehérek nem voltak hajlandók egy templomba menni az afroamerikaiakkal, ezért nekik külön bodegákat, kisebb épületeket építettek, és így azt se tudták kontrollálni, hogy ők milyen zenére imádják az istenüket. És hát kiderült, hogy hát marhára nem ez a, nem is tudom, nem akarom minősíteni félreértés nehézség, de hogy meglehetősen nem az európai keresztény dalok szólaltak meg, de a témák igen. Tehát minden esetben az Úrhoz szóltak a dalok, ezek lettek a gospelek. Tehát a gospel egy összefoglaló fogalom, ami az összes olyan rhythm and blues, blues és egyéb zenét jelenti, aminek a tartalma vallásos. Tehát, és aztán ezekben a kis bodegákban, a kisebb templomokban egy teljesen külön kereszténység megszületett, ami viszont tényleg az övék volt. És hát nagyon sok olyan amerikai város van most, ahova pénzért turistaként be lehet ülni a karzatra, és meg lehet nézni egy igazi vasárnapi gospel misét, ahol a fekete nők kiöltöznek csodálatosan, manyusokon, öltön, gyerekek is fölöltözve, és ott megy ez egy rettenetes hallelujázás van. Úgyhogy ez nagyon klassz dolog.
Tóth János Rudolf, aki szintén kerületünkben lakik, és egyik nagy mesterem bluesban, azt hiszem kevesen tudnak többet nála. Ő mesélte, hogy ők elmentek ilyenre, amikor a Mózsi Ferinél volt kint Chicagóban, akkor elmentek ilyen helyre. Aztán volt olyan templom is, ahova nem lehetett bemenni, és aztán voltak egyetlen egy egyszer sikerül bemenni egy olyan templomba, ahova turistákat nem engednek be, de a Mózsi Feri ismerte a pap édesanyjának, a barátnőjének a húgát, és így be tudtak menni, elbújni a függöny mögött, és hát mondta a Janó, hogy hát na az olyan volt, hogy ott sírt, mint a gyerek ő is, tehát az nagyon igazi volt, de ettől függetlenül a hagyományokat őrzik. Ha YouTube-on beírjátok, hogy Gaspel, akkor szokott kidobni ilyen misénket is, ahol ott a kamera veszi végig a dolgot. Önáluk egyébként nem egy ilyen egy órás szertartás van, hanem tulajdonképpen a vasárnapi napnak a döntő részét a templomban töltik. Van egy két órás gyülekező, ami alatt játszik a zenekar élőbe. Utána megtartódik a szertartás, de szép magyarul mondtam, tehát megtartják a szertartást, és utána örömünnep kezdődik. Előkerülnek a házilag sütött sütik, mindenféle holmi, és még óriási tánc és hallelujázás van még órákon át. Úgyhogy a Kirk Fletcher, akitől játszottam az előző dal, ő meséli, hogy gyerekként templomba a nagyobb testvéreivel ment, és ott gitározott, de hogy ez nem egy ilyen laza levezető hétvégi program volt, 4-5 órákat zenélt a zenekar szinte egyfolytában, úgyhogy ez egy nagyon komoly dolog volt. Tehát ez volt a Gaspel része a történetnek. Onnan kanyarodtam el. Nem vagyok már benne biztos, de szerintem onnan kanyarodtam el, hogy szakaszoltuk nagyjából ugye ezeket a korszakokat, és a kezdeti időszaknak ez a megfogalmazása, a country blues, ez nagyon sokszor állja a helyét, hiszen ez a nagy migráció, ennek a jelentős része inkább a 30-as, 40-es években volt, de valóban 1916-tól már mentek el délvidékről. Akik viszont maradtak, azok a hagyományos életformában éltek, dobozos gitár, voltak ezek a juke jointok. Ezeket nem lehet nagyon máshogy lefordítani, kocsmák. Ahol kockáztak, szólt a zene, vagy élő zene szólt, vagy gépi zene, de mindig szólt a blues. Kártyáztak, ittak, táncoltak, ezek voltak a juke jointok. Jó néhányat megtartottak a mai napig, ha valaki kimegy Amerikába, akkor könnyen bele lehet botlani azokon a vidékeken, ahol a blues tradicionálisan elterjed. Vannak ilyen helyek, de nagyon nagy dologra ne számítsatok, a legjobb állapotúak is arra hasonlítanak, mikor az Obiba tavasszal ilyen fészereket árulnak, ilyen szerszámos bódékat. Tehát olyan lepukkant helyek, hogy elképzelni nem tudjátok, de nekik elég volt, jó volt, olcsó volt a viszki, kockáztak egyet, a csajok táncoltak középen, szólt a zene, és minden jó volt. Hát akkor szóljon most is a zene. Azt mondja, hogy...
Igen, vonalba vagy? Vagy elment a misi? Nem. Jó. De egy nagyon picit a gitárból kérnek még a kontrollba, mert elszállt a paci. Na, köszönöm szépen, egyébként már az említett Kirk Fletcher számát hallottuk, El Medio Stomp, ez egy kicsit ilyen mexikói típusú történet volt, vacsorára csirisba. Na, tehát ott tartottunk, hogy a társadalmi események azért fontosak a blues zene vizsgálatakor, mert magyarázatot kapunk jó néhány dologra. Ha a blues zenét népzeneként fogjuk föl, tehát egy kicsit most a zenei formákról beszélünk, tehát a társadalmi dolgokat úgy valamennyire áttekintettük. Ha a formáról beszélünk, akkor a népzenei formáját az csodálatosan hozza, össze lehet vetni akár a magyar népzenével, akár melyikkel, talán, hát egyedül talán a bőrnadrágos, tehát azt lehet, hogy az annyira nem, de ki tudja, abban járatlanabb vagyok. De lényeg az, hogy szövegét tekintve AAB sor általában egy blues verszak, tehát elénekli a főhős, általában egy természeti képpel indítja a dolgot, utálom lemenni a napot, és akkor, akkor ezt megismétli még egyszer a következő sorban, utálom lemenni a napot, és akkor a harmadik sorban megtudjuk a B válaszba, hogy miért, mert holnap felvirad egy új nap, amikor nyomorult rabszolga leszek, és dolgozok, és nincs saját életem. És akkor körülbelül így, ez teljesen homogén a Csitári hegyek alatt régen leesett a hó. Ráadásul a blues zene ugyanazt az öt hangot használja, mint a magyar népzene. Tehát ez, amit most játszok, ez nem egy konkrét dal, de valaki tudja fütyülheti. Sorú magyar népdalnak. A blues ugyanezt az öt hangot használja, de más ritmusban, másfajta dallamokkal. Úgyhogy igazániból nem kell összehasonlítanunk a népzenénkkel, csak kaptam már olyan kérdést, hogy te magyar srác vagy, miért foglalkozol egy afroamerikai zenével, mikor itt a jó kis magyar népzené. Hát azért, mert valahol minden egy, ha belegondoltok. Tehát az, hogy azt énekli el valaki, hogy nyomorultul érzi magát az élethelyzete miatt, vagy hogy nem öleli a kedvesét, vagy hogy felszállott a páva a vármegyeházára, hogy műdalokról is beszéljük, vagy bármi, tehát hogy ez minden ugyanaz. Valami nyomaszt itt belül, és azt képes vagyok zenei körítéssel kiadni magamból. Annak, hogy mi a formája, az hót mindegy. Hát a spanyoloknál irgalmatlan temperamentum, de hát ugyanarról szól. Gyere ide, úgy szeretlek, ne menjél el. Tehát ugyanaz, csak megy a kasztanyinta közben, mert rohadt idegesek az egész bandon. De a lényeg az ugyanaz, hát ugyanarról énekelnek. Tehát teljesen mindegy, hogy a kifejezési forma milyen, a kifejezés őszintessége teszi népzenévé általában azt, amit népzenének hívunk. A mai világunkban nagy divat lett ez az úgynevezett crossover, ez egy angol szó, azt jelenti, hogy kereszteződések, vagyis amikor keverednek a műfajok. Biztos hallottatok már ilyet, mikor egy népzene zeném, újrajövök. Tehát majd ezt várjátok. Tehát mikor egy népzenekar, népi zenekar mellett egy heavy metal banda játszik, és akkor elvileg ugyanazt csinálják, csak vagy amikor jazz zenekarban cimbalomban, ugye, hogy milyen őrületesen jópofa dolgok ezek. Ma ezt a világot éljük, ezt a crossover, mert hogy ahogy megy előre az életünk, ahogy telik az ideje az emberiségnek, azt lehet mondani, hogy a 12 félhangot nagyjából kezdjük kimeríteni.
Tehát a kombinációkra gondolok, tehát már tényleg annyi fajta melódia, annyi fajta minden volt a világon, ami nem volt még a mindenféle hangszerelésben, meg a mindenféle ritmusban. Tehát most ezek nagyon izgalmasak a ma emberének, hogy mondjuk van, nem tudom, egy egyszerű dallam, most nem tudom. És akkor ezt funkizzuk meg. Sátán, halál, refrén, hanem mondjuk az megy rá, hogy kis angyalongom volt, ki az ingedelejét, és akkor... És ez létrejönnek ezek a fajta a dolgok, mert ezt a világot élünk, hogy külön a kis angyalongom volt, ki az ingedelejét, az is nagyon réteggé vált, meg a hörgős templom égető svéd metál, az is elkülönül ugye egy kicsit, és akkor, de ha kettőt összehozod, akkor wow, dobtál valamit a tányérba. Na most én azok közé tartozok, akik szeretném inkább megtartani az eredeti sávokat. Nem érzem szűknek. Tehát a blues zenének van egy olyan fajta tulajdonsága, amit úgy hívnak, hogy pillanat.